Ez mennyire szól a hiúságról, mennyire szól arról, hogy hosszú távon akarsz egészséges lenni, mennyire szól arról, hogy, hogy azért a szakmában, ha az ember fölmegy a színpadra, nem baj, hogyha nem azt látja, hogy elérte a vágósúlyát. Tehát, hogy... Azt hiszem, hogy ez így mindegybe. Nyilván van az emberben egy hiúság is, nem tudom bennem mennyi van, de biztos, hogy van, biztos, hogy ez is motivál. A színpadi lét is abszolút, de most azért röhögök, mert leginkább a hiúság egyébként, csak próbálok a színpadi lét, szóval megint ebbe az izébe vagyok, hogy hát igen, a színpadon nem mindegy, azért egy másfél órás koncerten mozogni kell, meg futkosni ide-oda a színpadon. Néha énekelni is. Meg néha énekelni is. Egyébként észreveszem magamon, hogyha mondjuk olyan dagadt vagyok, mint most, akkor az éneklés is egy kicsit nehezebb, úgyhogy ez is befolyásol. Meg hát, hogy azért mondjuk ki, ott kell lenni majd sokáig a családod mellett. Pontosan. Hiszen... Igen. Szóval megszületett Miron, és akkor éreztem, akkor hasított belém ez, hogy meg azért volt ez a Covid korszak, amikor fiatal emberek, meg láttunk a közelmúltban olyat, hogy fiatal, életerősnek tűnő, egyébként akár hírességek is egyik napról a másikra elhunynak, és most nem azt mondom, hogy ez engem így fenyegetett, meg ott kopogtatott az ajtóban, de azért nagyon-nagyon nem mindegy szerintem, hogy egyáltalán milyen formában vagyunk. Nem vagyok most valami jó formában, de most azt hiszem, hogy valami más elhatározásban vagyok, mint eddig. Az mit szóval jelent? Nem tudom, most valahogy olyan egyszerűnek tűnik, hogy csak oda kell figyelnem, meg mozognom kell, és hogy tényleg az étkezés mennyire fontos ezt így tudatosan étkezni. Most nem érzem olyan nagy kihívásnak, pedig most már majdnem 2 hónapja vagyok ebben, és olyan tök gördülékenyen megy az egész, mert nem az a vágyálmom, hogy ha találkozunk nyáron az olasz tengerparton, akkor minél tudod, patentabb csávó legyek, hanem az, hogy minden nap tegyek valamit azért, hogy egészségesebb legyek, meg hogy fittebb legyek. Eljött az a pillanat, amikor már elkezdtem kényelmetlenül érezni a bőrömbe magamat. Ez a pillanat általában a cipőkötésnél szokott. Tényleg? Nézd, azért hordok én olyan cipőt, aminek nincs cipőfűzője. Dehogy hordasz, azért tök fit vagy. Szóval ott szoktam leszűrni azt, hogy mennyire vagyok dagadt, hogy... Azért rögnek, mert ők is így vannak ezzel, tudod? Szóval amikor már búvárkodni kell, tudod, lemerülök, veszek egy levegőt, elkezdem kötni, aztán föl kell jönnöm még egyszer levegőt venni, hogy bekössem a cipőm, na ott már baj van.